A mostani részben a hengerezésről lesz szó. A sérülések elkerülése szempontjából izmaink akkor működnek a legoptimálisabban, ha kellőképpen rugalmasak, hidratáltak és erősek. Az izmainkat izompólya veszi körül, és ennek a fellazításában segít nekünk a hengerezés. Itt van egy kiváló 3-1 henger, ugyanis hogyha kinyitom, akkor találunk benne egy ilyet, és egy labdát. Ezért érdemes elkezdeni a fellazítást már a talpunknál. Fél perc egyik láb, minden irányba, oldalirányba is, hosszanti irányba is, fél perc a másik láb. Van egy ilyen eszközünk is a hengerhez. Arra szoktuk használni, hogy a combizmainkat fellazítsuk. Jó, én egyébként nem mindig szoktam, ez egy picit progresszívebb történet. Elsőre nem biztos, hogy ez kell. És térjünk a lényegre, a hengerezésre. Érdemes áthengerezni az izmaink nagy részét. Én például a vádlimmel szoktam kezdeni. Viszont ha nem vagy még hozzászokva, akkor érdemes egy picit finomabban is segíteni, hogy ne nehezedj rá teljesen, mert lehet, hogy fájdalmas lesz. Jó, fokozatosan. Aztán persze az lesz, hogy ha erre jobban rá tudsz nehezedni. Jó, minden szögből átmegyünk rajta párszor. 6-szor, 8-szor, 10-szer. Rá is nehezedhetsz, hogyha már jobban megy. Hogyha átmentem a vádlimon, akkor megyek a combhajlítóra. Itt is picit ellen tartok a másik lábbal. Talajhoz közel vagyok végig, és rá nehezedek. És persze, hogyha kellemesebb, akkor keresztbe is teheted. És mehet a hengerezés tovább. Utána megvolt a vádli meg a hajlító. Oldalfekvésbe szoktam távolító részre. Jó, itt is ellen tartok, nagyon fontos. Persze, hogyha már el tudsz jobban lazulni, akkor rá nehezedhetsz jobban. Viszont fontos, hogy lazulni el rajta. Jó, ahol csomót találsz, ott egy picit érdemes megtartani. Jó, most megyek is tovább ínyoz alá a feszítő részre. Hogyha bárhol csomót érzel, nyom nehezedj rá egy picit, tartsd meg. 20 másodpercig, fél percig. Majd masszírozz tovább. Látszottam benne a közelítőkön is. Ez egy kicsit érdekes pozíció, szoktak rajta mosolyogni. Majd megyünk ugyanúgy a másik oldalra. Picit rá is egy forgatni utasak. Én úgy szoktam folytatni, hogy megyek a vádli előső részére. És ellen tartok. Jó, hogyha nagyon fájdalmas, akkor lehet lábanként külön ellen tartva. És hogyha már itt vagyok, akkor innen szoktam megoldani. Bicepszet. Rámozgatok. Másik oldal. Farizom. Nem feltétlenül ez a sorrend, nekem így kényelmes. Így jön jól egymás után. Jó, itt az a lényeg, hogy amelyik részt masszírozunk, arra egy picit kifektetjük a térdünket.
másik oldal. Jó, itt is vannak fokozatok. Lehet itt a kezed, lehet tartom a kezed. Hogyha már nagyon jól megy, akkor egészen hátra nyomhatsz, és teljes átszakaszon egészen ágyéki szakasztól nyaki végig mehetsz. Kicsit kinyitsz oldalra, a kocka alá. Jó, hogy meg szoktam állni, egy picit átmozgatom majd a nyakam óvatosan tesz. Kicsit hátrébb a lapocka alá, mobilizáljuk a teljes váltaszakaszt. Olyan, mint a haspécsikét csinálnánk. Illetve talán kihagytam a tricepset, de amúgy végig lehet hengerezni. Hát én nagyjából ennyit szoktam bemelegítés előtt, illetve nyugodtan edzés után is a nyújtással egybekötve használjátok a hengert, nagyon hasznos, nagyon jó.